tantárgy, amit én tanítok, az csak egy eszköz. Egy eszköz arra, hogy a gyereket rávezessem saját magára, tehát hogy megismerje saját magát, megtalálja a határait, az életet, az életre valahogy felkészítsük, ez az a nagybetűs, ami mindig új helyzeteket hoz. Tehát én elterveztem most is a labort egyféleképpen, és ritkán, hogy nem úgy ment, mert hogy az élet az mindig mást produkál, mint a... Tehát a gyerekeknek erre kell az iskolában felkészülni. Én úgy gondolom, hogy a nem előre látható helyzetekben is tudjanak elboldogulni. Ha valamit megértenek, és valamit le tudnak írni, meg tudnak mutatni, örömöt jelent. Nekem az jelenti az örömöt, hogyha ők megértenek valamit, és ők eredményt érnek el, mert az azt jelenti, hogy akkor én jól csináltam, amit csinálok. Már az elején tetszett az egész nekem, mert a tanítási stílusa a tanárnőnek rendkívül különbözött a többi tanártól abban, hogy komolyabban, kicsit inkább felnőttként kezelt minket. És hát a többi tanár, ők mind gyerekek úgy próbáltak tanítani minket. Ő rettenetesen fiatalos volt, lendületes, berobbant az osztályba, sodort el mindent és mindenkit magával. Jó volt az órán ülni. Van olyan tanár, akiben nem igazán látni semmilyen energiát, de Éva tanárnő tényleg ezzel fogott meg valószínűleg mindannyiunkat, hogy ez a fiatalos lelkesedése és energiája, ami mindig benne volt, ez át tudta adni a kémia szeretetét. Nekem ez az öröm, hogy taníthatok. És sajnos már nem sokáig, mert ilyen közeledek a nyugdíjkorhatárhoz, és már azzal spekulálok, hogy lehet ezt valahogy tovább csinálni.